Üdvözlöm Önöket! Ez itt újra a Műhely a Szombathelyi Televízió csatornáján. Mai adásunkban az Aranybulla 800 programsorozat kapcsán beszélgetünk a nem sokára Szombathelyre érkező életnagyságú Szent Koronáról és magáról a programról. Majd fellapozzuk Vas megye védett növényei című könyvet, melynek nemrég volt a bemutatója a könyvtárban. Tartsanak velünk! A Magyar Királyi Koronaőr Hagyományőrző Egyesület kíséretében érkezik Szombathelyre a hétvégén a Szent Korona hiteles másolata. Erről beszélgetek ma a stúdióban Őze Szilviával, az Egyesület elnökével, és Farkas Csabával, a Szülőföld Kiadó vezetőjével. Köszöntelek titeket a stúdióban. Szerintem a program bemutatásaként beszéljünk először magáról az Aranybulla programról. Mi ez pontosan? Mit érdemes erről tudni? Idén van 800-es évfordulója az Aranybulla kiadásának, és azt gondoltuk, hogy a magyar jogállamiságról mi is emlékezzünk meg ebben az évben is, így kapcsolódik az Aranybulla és a Szent Korona ehhez a programsorozathoz. Mi várható magán a programon? Szombaton először a megyeházán lesz egy órás programunk, ahol a koronőrök kíséretével bevonul a Szent Korona, és Vot Imre, a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének elnöke fog tartani egy előadást, és közben pedig Nagy Jánostól hallhatjuk Erkel Ferenc Bánkbán című operájának leghíresebb áriáját, a Hazám hazámat. A történelmi hagyomány szerint Első István király a halála előtti napon, 1038. augusztus 14-én a Szent Korona képében felajánlotta Magyarországot Szűz Máriának, és azóta ugye a magyar királyi korona az nagyon-nagyon fontos jelképe a Magyarországnak és a jogállamiságnak, de még gondolom számos érdekes dolog fűződik hozzá. Mi az, amit még az esemény előtt el lehet árulni a nézőknek? És Magyarországot azóta tekintjük Szűz Mária országának, ami szerintem egy nagyon fontos nézet a mai világban. Nagyon fontos a hit és az összetartozás, amit maga a Szent Korona jelképe is tud szentesíteni. A Szent Korona történelme az visszatér ezer évig. Ezer év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg. Szent Korona, mint Magyarország jelképe, ez büszkék lehetünk, hogy nemzetünknek egy ilyen ősi, régi, ezer éves hagyományra visszatérő szent jelképe van, ami igaz, Európában nincs még egy ilyen szent jelkép, mint a magyar Szent Korona. Hogyan jött az igény a hiteles másolat elkészítésére, majd hogyan szerveződött meg az útja ide Szombathelyre? Mivel szeretük volna ezt a programsorozatot mindenképp idén megtartani, konferenciákkal, előadásokkal, rendhagyó történelemórákkal, így gondoltunk arra, hogy magát a hiteles másolatot is lehozassuk. És egy ismeretségen keresztül sikerült a koronőrség parancsnokával beszélni, és nagyon készségesek voltak, és így kerül Szombaton sor erre az alkalomra. Mint mondottam, először a megyeházán, utána pedig a Szalézi templomban lesz egy szentmise, ahol a főtisztendő Brenner József nagy prépost tartja a szentmisét, majd Kubinyi Tamás fog egy előadást tartani, Tóth Lidától hallunk verseket, vagy énekeket, lesz egy vers is, és... A verset Balázs Nimród Lemente fogja elmondani, akit már a közönség esetleg ismerhetett, az Ismerős Arcok koncertjén volt ő előadó, és most egy verssel fog Levente fellépni, őről annyit kell tudni, 10 éves, és a Horváth Általános Iskolának a tanulója. Annyi még hozzáfűzés, hogy szeretett volna eljönni hozzánk Eperjes Károly színművész úr, de sajnos pont filmforgatása lesz, úgyhogy azzal a megtiszteltetéssel élhetünk, hogy egy videóüzenetet küld nekünk, és azt is le fogjuk ott vetíteni. Miért fontos szerintetek, hogy a civil társadalom találkozhasson élőben ezzel a hiteles másolattal? Én szerintem a magyar korona több, mint királyi dísz. A magyar korona a nemzet, a nép és a hazát szolgálja, az összetartozás legnagyobb jelképe, és most a jelenlegi világhelyzetből kifolyólag nagyon nagy szükség van az egységre, a hitünkre, az összetartozásra, és ezt mindet egybe meg tudja szentesíteni, és minden magyarnak én úgy gondolom, hogy fontos tudnia, hogy milyen kincs van a kezünkbe.
Igen, a király koronőrök hagyományos egyesületének vezetője pont ezt kaptuk nyilatkozatként, hogy ők azt tűzték az ászlajukra, hogy Magyarország területén és a határon túlélő magyaroknak viszik a Szent Koronát, ahova csak kérik, hogy pont a nemzetegységet ezzel tudják erősíteni. Igen, erről az egyesületről is szerettelek volna kérdezni titeket, hogy ők azok, akik kísérik tulajdonképpen a koronát, mindig őket hogy kell elképzelni, kik ők? Nagyon szép ruhájuk van, korabeli hagyományozó ruhájuk van, nagyon szép palástal, a koronőr bárdal, és ezzel kísérik a koronát, nagyon látványosak. Érdemes megnézni őket. Tehát ők akkor tulajdonképpen egy olyan szervezet, egy olyan egyesület, akik hitelesítik mindig ennek a hiteles másolatnak az útját, és ők azok, akik biztosítják ennek tulajdonképpen a történelmi és hagyományos bemutatási kereteit. Pontosan így van, igen. Mi az a szellemiség, amivel még találkozhat majd az odalátogató a hétvégén? Hát először is tudnunk kell, hogy a Szent István által felajánlott korona gyakorlatilag ég és föld között köttetett szerződés, és ugye ezáltal is lehet Kárpát-medence Szűz Mária országa. Én azt gondolom, hogy mióta a parlamentben ki van állítva, és évente több százezeren zarándokolnak el, hogy láthassák, hogy a közelébe lehessenek, kialakult az emberekben egy igény ezáltal az ereklye iránt. Az Aranybulla 800 program sorozathoz milyen társesemények tartoznak még? Hát, mint az előbb említettem, ezek a rendhagyó történelemórákat szeretnénk még ősztől az iskolákban indítani, valamint két kiemelt konferenciát szeretnénk tartani. Kiket vártok kiemelten a hétvégi eseményre, és mi az, amit még előjáróban fontos lenne róla tudni? Kiemelten mindenkihez szívhez szólunk, aki szereti ezt a történetet, és szívesen jelen lenne, azt nagyon, nagyon sok szeretettel várjuk. Nyilván vannak meghívott vendégeink is, de mindenkit tárkalókkal várunk. Reggel 9 órakor kezdődik a megyeházán, és 10 órakor fog a szalézi templomba kezdődni az ünnepség. Érdemes megtekinteni, mert ritka dolgok egyike. Úgyhogy tárkarokkal várunk mindenkit sok szeretettel. Lehet fotózkodni is majd a rendezvényen, a koronával, a koronaőrökkel, és nem beszélve arról, hogy az előadásokon nagyon sok érdekességet megtudnak a koronáról. Aki esetleg most hétvégén sajnos nem érne rá és nem tudna elmenni, de felkeltette az érdeklődését az esemény, a korona és a hozzátartozó kultúrkör, kereshet benneteket akár az Aranybulla 800 programsorozat kapcsán, vagy hogy lehet még esetleg találkozni ezzel a hiteles másolattal? Hát a Szent Koronát azt fönn a parlamentben tudják megtekinteni bejelentkezés alapján, a hiteles másolatot pedig, ahogy a koronőröknek a programja engedi és viszik az országba, ott tudják ezt megnézni ezzel a programmal együtt. Itt nálunk meg bízom benne, hogy talán még a év vége fele még a koronási jelképeket is el tudjuk hozni egy ilyen megtekintésre. Ahhoz is készülődnek majd ilyen keret, illetve társprogramok? Természetesen azt tervezünk. Igen, ez még egy kicsit odé van, és erre még nem készültünk fel 100%-ban, de fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket. A mostani eseményre csak Szombathelyről és környékéről vártok, vagy delegáltan hívtatok meg embereket, vagy az ország esetleg a világ többi részéről? Hát alapvetően ez Szombathely és Vas megyének szól ez a rendezvény, igen. Van még esetleg valami, amire nem kérdeztem rá, de fontos lenne elmondanotok az esemény kapcsán? Azért érdemes eljönni az érdeklődőknek, mert sokszor felmerülnek kérdések, hogy hány kiló a korona, milyen anyagokból készült, azok a díszek, amik rajt vannak, mit ábrázolnak, vagy a koronán lévő kereszt, az mindig egyenes volt-e, vagy már ferde volt eredetileg. Tehát rengeteg olyan titkot megtudhatunk, amit esetleg most nem tudnak még az érdeklődők. Esetleg ezekből a titkokból pár választ is el lehet árulni, például, hogy mindig ferde volt-e, vagy... Hát annyit elárultak, hogy körülbelül 2 kiló a súlya a Szent Koronának, két részből tevődik össze az alsó abroncsból és a palásból, ami nyilván a felső rész az a Isten mennyei birodalmát jelképezi, az alsó abroncs rész pedig a földi birodalmat. A ferdeségről pedig annyi, hogy 1700-as évek beli ábrázolásokon még egyenesen áll a koronának a keresztje, viszont 1784-ben, amikor II. József Bécsbe viteti a koronát, akkor az ottani krónikai feljegyzések szerint már ferde. És ez valószínűleg a 1638-as Habsburg Mária koronázásakor ferdülhetett el, amikor is Pozsonyba vitték a koronát, és
Pozsonyban volt a koronázás, és a koronaőrök rossz kulcsot vittek el magukkal, és fel kellett feszíteni a ládát, és a belső koronatartó résztok is megsérült, és valószínűleg itt ferdülhetett el a koronának a keresztje. És ugye, ami még nagyon fontos a kereszttel kapcsolatban, hogy ez a kereszténység jelképe. Szóval ebből is tudjunk következtetni, hogy ez a korona, ez a keresztény népnek lett szánva, úgyhogy ez méltó a keresztény magyar nép hitéhez. Hát ez igazán izgalmas, akkor ilyen és ehhez hasonló történeteket tudhatunk meg a saját múltunkról és a Szent Koronáról. Zárásként még egyszer mondjuk el pontosan, hogy hol és mikor? Szombaton lesz 11. akkor a rendezvény, június 11-én, 9 órakor a Megyeházán várunk szeretettel mindenkit, 10 órától pedig a Szalézi templomban. Hát akkor én sok résztvevőt kívánok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. A belváros közepén idén is megrendezésre került a Művész Csütörtök. Változatos képzőművészeti alkotások várták az ide látogatókat. Nézzünk bele együtt! A Tamási erdőben alig másfél óra alatt készült el ez a szabadkézi rajz, Grünfeld Ádám munkája. A Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8. osztályos tanulója ezzel nyerte meg az országos Würz Ádám grafikai versenyt. Nagyon megtetszett az, hogy két fa között teljesen rá lehetett látni a tóra, ami ott volt, és nagyon szépen visszatükröződtek a fák, úgyhogy igazából szerintem jó szórakozás volt így megrajzolni tűfélccel. Ádám óvodáskora óta rajzol, tehetségét korán felfedezték, több országos versenyen is megfordult már. Érdeklődése széles körű, ebből ad ízelítőt az Ízisz galériában nyílt kirakat kiállítása. Az autókat szeretem nagyon, a formatervezés érdekel, ilyen belső építészet, ilyesmi. Szeretek tájképeket is rajzolni. Azt hiszem, óvoda középső csoportjában olyan 6 évesen kezdtem el komolyabban, de már óvodában is rajzoltam nagyon sokat. Ádám Bodorkos András grafikus művész keze alatt pallérozódott éveken át. Tavaly is az ő tanítványa Tanai Kitti nyerte meg a rangos versenyt, idén pedig 4 diákja jutott döntőbe. Ádám győzelme mellett külön öröm, hogy a 6. Farkas Izabella 3. helyezést ért el. Az ő tehetségét és szerintem az összes többi gyerekét is csak akkor lehet kibontani, hogyha neked van egy alkotói múltad, amiben hiteles vagy, és moderne vagy. Ez alatt a digitális világhoz való jó alkalmazkodást kell érteni. Hogyha ezzel a kettővel rendelkezel, akkor szerintem a hegyeket le lehet velük hordatni. A fiatalok a Művész Csütörtökön mutatkoztak be a nagy közönségnek, amit idén 2. alkalommal rendeztek meg a belső Uránia udvarban. Ezúttal is képzőművészek hozták el szobraikat, festményeiket, részkarcaikat. Azoknak, akik nem tudnak eljönni, vagy nem szeretnének bejönni egy galériába, és úgy gondoltuk a művészekkel, hogy ők jönnek ki az utcára, illetve az udvarba, és minnyájunkhoz. Az alkotói standok körül különböző programok zajlottak. Pásztorházi György akusztikus gitárral lépett fel, a Brenner iskola diákjai báb előadással készültek, délután pedig Holicska Tibor zenélt a Művész Csütörtökön. Megjelent a 100-szor szép Vas megye című kötet, amelyben helyi és helyi kötődésű ismert művészek, politikusok, közéleti személyiségek írnak Szombathelyhez és Vas megyéhez kötődő kapcsolatukról. A Megyeháza tisztermébe kalauzoljuk most Önöket. Száz kép és írás foglalja össze, mit jelent szülőföldünk Vas megye helyi és helyi kötődésű alakjaink tükrén át. A kötet a Szülőföld kiadó gondozásában jelent meg. A könyvbemutató megtelt a Megyeháza díszterme a szerzőkkel. Szombathelyhez és Vas megyéhez kötődő közéleti személyiségekkel, akik számára kedves a város és a megye. A Vas megyei önkormányzat és a Szülőföld kiadó gondozásában megjelent kötetet Majtényi László szerkesztette. Köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy ennyien részt vettek abban az intellektuális játékban, mellyel a megyei identitás erősítése a cél. Székely János megyés püspök írásban és szóban is felidézte ide kötődő gondolatait. Második János Pál pápa, amikor itt járt, nekem ez a mondat is rendkívül fontos Vas megye kapcsán, azt mondta, hogy ez a föld szentek földje. A kiadványt Ferkovics József illusztrálta.
A 100 tusrajz egy része a pandémiás időszak alatt készült. Fejsz György felhívta a figyelmet a kötet elején olvasható Széchenyi István idézetre, mely a megyét méltatja. Fejsz György maga is írt arról, milyen vasinak lenni. Ez belülről jön, és ma már én is így vagyok ezzel, hogyha meglátom egy hosszú hazatérés, egy hosszú távollét után a vasmegyetállat, akkor én is azt úgy érzem, hogy hazaérkeztem. Ezt is írtam meg ebben a könyvben. A felkérést a Vasmegye Közgyűlésének elnökétől kaptam, és nagy megtiszteltetésnek éreztem, mert Vasmegyeben nagyon számon tartják az itt élők, és én ilyen szempontból én gyűjtmennek számítok, aki igaz, hogy 6 évtizede már, de Vasmegyében élek, de már tényleg elmúltam 15 éves, mikor itt először itt jártam. És ebből az időből van az emlékem, hogy egyszer egy füstös autóbuszba utaztam, és mikor megérkeztünk sűrű sötét éjszakába a Vasmegye határához, akkor megszólalt egy borizű hang, hogy ez a vazsi táj, ez a vazsi lávágő. És ugye én akkor ezt nagyon humorosnak éreztem, mert egy füstös autóbuszba ültünk, és semmit nem lehetett látni. De aztán elgondolkoztam rajta, hogy ez nem is az adott szituációra vonatkozott. Zenészek, politikusok, színészek is írtak a könyvbe. Vlahovics Edit, a Vörös Sándor Színház egyik alapító tagja, a jövő évattól már nem játszik itt. Talán utoljára látogatott a városba a könyvbemutató kapcsán. Így igaz, igen. Most kimondottan a könyvbemutatóra jöttem. Nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, nagyon nehéz volt, mert olyan sok szállal kötődöm ide, és most éreztem igazán, hogy elindultam Szombathely felé, hogy ez mennyire nehéz elválás. Szívesen írt a városról, mely rengeteg szeretetet adott neki. A 100-szor szép Vasmegye kötet a Közös Jövünk Vasmegye című projekt keretében jelent meg. Vasmegye védett növényei címmel jelent meg a térségről olyan tudományos igényű ismeretterjesztő könyv, amelyben 5 a környéken élő és kutató, botanikus, 3 évtizedes vonatkozó tapasztalatai találhatóak. A vasi táj sokat megőrzött természeti kincseiből merít az alkotás. Ennek kapcsán beszélgetek ma a stúdióban Balogh Lajossal és Szinetár Csabával. Sziasztok, köszöntelek titeket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük. Mindkettőtökhöz fordulok, mi hívta életre ennek a könyvnek a létrejöttét? Hát, 5 vagyunk, akik ebben közreműködtünk, és 5 közül 4 kollégámnak, Kulcsár Lászlónak, Mesterházi Attilának, Keszei Balázsnak és Király Gergelynek a fő kutatási területei közé tartozik a védett növények ismerete évek, sőt évtizedek óta. Jó magam is érintett vagyok azért, néhány növény előfordulását sikerült nekem is megfigyelnem, és hát egy olyan 5-6 évvel ezelőtt kezdeményeztem Keszei Balázsnál, és vele együtt a többi kollégánál ennek a könyvnek a összeboronálását, azokat a tapasztalatokat, amelyet az említett 5 kollega 30 év alatt, 3 évtized alatt ezen a területen megszerzett. Ez a könyv talán olyan lehet az otthonokban, mint régen volt a kis növény határozó, és ez talán kis növény és hely és érdekesség határozó lehet itt Vasmegyére vonatkoztatva. Az ajánlóban írják, hogy nem csak az őrség, hanem az Alpok előhegye, a Kőszegi hegység is sok sajátos védett növény ritkaságot rejt, és hogyha el lehet annyit árulni az érdeklődőknek, mondjuk így, hogyha ki lehetne szedni párat, így melyek ezek, amik most nagyon, nagyon a közelünkben vannak? Ugye évszakonként változó ezeknek a növényeknek a megjelenése. Igazából amik már mögöttünk vannak, az úgynevezett geofiton növények, amelyek kora tavasszal jönnek ki. Sáfrány, például a fehér sáfrány már csak Vasmegyébe fordul elő az országban. Miért nagyon fontos, hogy most jelenhetett meg a Vasmegye növényzetét és természeti világát összefoglaló kötet? Hát nagyon röviden, igyekszem röviden reagálni erre a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy mindig nagyon fontos, most különösen. Én ugyan zoológus vagyok, de nagyon sok szempontból, tehát közel áll hozzám ez a könyv, nem csak azért, mert többnyire kedves barátaim készítették ezt a könyvet, és azokban az évtizedekben született meg ez a könyv, amikor magam is szemtanúja voltam Vasmegye természeti állapotának, úgy is,
tehát mint kutató, hangsúlyozom, elsősorban zoológusként, de kollégáimnak is sokkal korábbról családból indítva, tehát megvolt az a, így mondom, ismeretem, ami Vas megye védett növényeire is tulajdonképpen mindig kitüntetett figyelmet szánt. Az, hogy ennek a jelen korban az aktualitása miért kiemelendő, az, mert úgy érzem, hogy egy lehetőséget kínál arra, hogy Vas megye emberek, fiatalok, idősek visszataláljanak a természethez. Gyakorlatilag egy olyan elidegenedés tapasztalható, tehát nem csak itt a megyében, mindenütt a természettől, a városlakó emberek, de sajnos a vidéki emberek részéről is, hogy a legtriviálisabb, a kertjük végében nyíló virágokat, de ugyanúgy az állatokat sem ismerik. Ennek megvannak a maga okai, és sajnos egyfajta olyan közömbösség figyelhető meg, ami például akkor, amikor ma kaszálják akár az őrségi réteket, akár mást, nem is tudják, hogy mik azok a védett növények, amelyek az ő kertjük végében nyílnak, de azok, akik most vásárolnak egy telket, és netán új honfoglalóként ismerkednek a Nyugat-Magyarországgal, azok számára is alapvetően fontos, hogy úgy mondom, visszataláljanak a természettől, legyenek tiszta természethez, legyenek tisztában azzal, hogy mennyire gazdag, mennyire változatos az alpokalja növényvilága, és azt hiszem, hogy nem lehetnek jobb közvetítők ebben mások, mint a igazán szép dekoratív növények, amelyek úgy gondolom épp úgy megszólítják az emberek lelkét, mint a madárdal, a tücsökciripelés, ami tehát egy lehetőséget kínál arra, hogy tehát újra kapcsolatba kerüljünk a természettel, és ne csak a nyírt pázsit, ne csak a díszbroknok, ne csak az arborétumok jelentsék, ne csak a csónakázó tavak, és ne gyakorlatilag egyéb többnyire művi környezetek jelentsék az emberek számára a természetet. Ez a könyv a tekintetben, hogy az emberek megismerjék, újra felfedezzék, és megszeressék a környezetüket, és védeni tudják, mert anélkül, hogy nem ismerik, anélkül nincs érzelmi kötődés, nincs kellő motiváció a védelembe. Ezért vagyok rettenetesen hálás ezeknek a szerzőknek, Lajoséknak, hogy ebben most, a 21. század elején egy olyan összefoglaló munkát tettek le mindannyiunk számára, ami én azt remélem, hogy elsősorban a fiatalok számára ezt a visszatalálási lehetőséget kínálja a természethez. Köszönöm, erre majd mindenképpen visszatérnék, erre a gondolatra, a természettől való elidegenedésre. Szerintem ez egy fontos kérdés, tényleg nagyon, viszont egy picit húpanjunk vissza a könyv világába. Mit tartalmaz maga a könyv, mit ölel fel, és mit érdemes tudni róla? Köszönöm, és kapcsolódva a szerkesztőasszony előző kérdéséhez, és Csabát is kiegészítve, a válasz bizonyos tekintetben nagyon egyszerű és nagyon rövid, egyszerűen tűnnek el, fogynak, és ez katasztrofális folyamat. A hosszabb válasz azoknak a nemzetközi, meg hazai intézkedéseknek és törvényi rendelkezéseknek a hosszabb sorolása lehetne, amelyet így úgy figyelembe vesz a világ, illetve az emberek a szereplői. És hogy mit tudunk tenni, ezt talán, ahogy Csaba mondta, elősegíti ez a könyv. Most ebben a könyvben 272 védett növényfajt mutatunk be, amelyből 16 fokozottan védett. Azért nagyon jelentős a dolog, mert ez a szám, ez a 272 a hazánkban előforduló védett növényeknek 40%-a körülbelül, míg Vas megye területe kerekítve 4%-a a hazánk területének. Ez is jelzi megyénk kitüntetett helyzetét a flóra gazdagságban, azon belül is a ritka növények gazdagságában, de sajnos meg kell állapítsuk azt is, hogy 24 faj már eltűnt, ami korábban itt nálunk megvolt a megyében, illetve 47 faj kipusztulással veszélyeztetett. Örömteli ugyanakkor, hogy 11 faj csak Vas megyébe fordul elő a hazai védett növények közül. Melyek azok az itt megtalálható növények, amelyek fokozottan veszélyben vannak, és amelyeknek talán utolsó példányait láthatják, vagy akár a könyvben, vagy aki veszi a fáradtságot, és élőben ellátogat egy helyre megtekinteni? Igen. Hát néhány példát tudok csak mondani, mert azért itt nagyobb számok vannak. Például csak Vas megyébe fordul elő a fehér sáfrány, a kőszegi alsó réteken, vagy a Gyöngyöspatak mentén a határ felé. Ez egy nagyon ritka sáfrányféle, amit az Alpokból hoznak le a zárodások olykor, de telepítések is előfordulnak. Vagy éppen a havasi éger,
amely egy cserjefaj, az égerfánknak a rokona, csak hát sokkal ritkább. És hát ilyen a fecsketárnyics is, egy gyönyörű kékvirágú encián, amely szintén erre a florisztikai, növényföldrajzi térségre jellemző. Szeretném kiemelni még mondjuk a papucskosbort, amely az eltűnt fajoknak egyik sajnálatos példája, Boldogasszony papucsának is hívják, aminek egykor 150-100 évvel ezelőtt még szombathelyi szőlőhegyek határából is volt előfordulási adata, a legkésőbbi a Kőszegi hegységbe, de sajnos eltűnt, ma már csak Sopron mellett és a Bükkben él Magyarországon. De mondhatok példát egy kicsit gyakoribb védett növényre, a szibériai nőszíromra, amellyel azért még találkozhatunk, mondjuk Nárai határába. De olyanok is vannak, amelyek régen megvoltak, eltűntek, és ma újra előkerültek. Ilyen az ágas holdruta, egy apró termetű harasztféra, amelyet Schmidt Dávid kollégánk talált meg a Kőszegi hegységbe néhány évvel ezelőtt, vagy éppen Óvári Miklósa, vagy Vasi hegyháton egy rendkívül ritka orchideafélét, a mélybangót találta meg, amely eddig nem szerepelt a vasmegyei flórába. Csodálatos növények vannak a kosborok között, mint például a vitézvirág, amelyet olyan ritka fajok közé tartozik, megint a védettek között is, amelyet Kulcsár László kollégám talált meg a Vasi hegyháton, és sorolhatnánk azokat az érdekességeket, amiért a megye különböző sarkaiba kell sokszor eljutni, mert nincs minden a közvetlen környezetünkben, de azért Szombathely és mondjuk a vízműrétek is tartalmaznak olyanokat, amelyeket a közelmúltban Varga Tamás botanikus tanár, Kámoni kollégánk is újra felfedezett. Mi tudtunk róla, csak nem akartuk nagy nyilvánosságra hozni. De ez is rávilágít arra, hogy a közvetlen környezetünkben is vannak olyan élőhelyek, amelyekre bizony oda kell figyelnünk, mert olyan értékeket hordozhatnak, amelyek nem csak a tudomány szempontjából fontosak, hanem lám az oktatás, a bemutatásnak is jó apropóit teremthetik meg, akár az oktatás bármelyik szintjén. És hát nem csak az oktatáshoz nagyon fontos a növényvilág és az élővilág, amely körülvesz minket, hanem a mindennapi életünkben. Mondjuk például, hogyha csak arra gondolok, hogy az akácméz évről évre drágább, és nagyon sokszor például Szombathely határában is mézontó fűvel próbálják helyettesíteni az akácmézet. Az emberek sokszor csak akkor érzik, hogy valami veszélyben van, hogyha tapasztalható a bőrükön. Akár az állatvilág vagy a növényvilág veszélyét is sok fiatal úgy fogja föl, hogyha kijön az internetre egy poszt, hogy annyi képkocka van ezekből az állatokból, ahány darab marad belőlük a világon. És ez egy annyira sokkoló dolog, hogy ezt azonnal tudják értelmezni. Nekem a könyv kapcsán eszembe jutott, hogy esetleg akár olyan túrák is létrejöhetnének, amelyek kifejezetten valamely ágát, vagy valamely részletét mutatják be a könyvnek. Van a könyvben olyan rész, ami Vas megyét különböző részekre osztja botanikailag? A kérdésre onnan közelíteném meg a választ, hogy vannak előfejezetei, előtanulmányai a kötetnek, amelyben Vas megye természetföldrajzi vázlatát adja mondjuk Keszei Balázs és Kulcsár László kollégám, vagy a növényföldrajzába nyújt didaktikus, alapos betekintést Keszei Balázstól, illetve Mesterházi Attila Vas megye különböző élőhely típusainak természetvédelmi értékelését adja. Mindezen fejezeteken végigvonul valamennyi Vas megyei tájegység, megjelenik ebben, és hát nyilván a könyv szövetéből az is kiderül, hogy mely tájakon melyik növények a gyakoribbak. Egy nagyon érdekes módszertani újítást is elhelyeztünk a kötetbe, egy úgynevezett forrófolt térképet, amely a biológiai biodiverzitással foglalkozó szakirodalomban korábban is szerepelt, de ilyen szövegkörnyezetben még nem alkalmazták. Gyakorlatilag a Keszei Balázs által hálótérképekre minden faj esetében összesített előfordulásokat, 272 térképet egyesítettünk egy térképre, és ebből jött ki Vas megye védett növényeinek forrófolt térképe. Ez csodálatosan kirajzolja, hogy hol a legnagyobb a védett növény diverzitás, sokféleség. Ez nyilvánvalóan a Kőszegi hegység, a Vend vagy Szlovén vidék, illetve az Őrség, illetve a dunántúli bazalthegyek, kemenesaljai bazalthegyek térsége. Tehát ezek a leggazdagabbak, de mindenütt találkozhatunk velük különböző gyakorisággal.
Van-e valami olyan, gondolom van, de én ugye csak sejtem, van valami olyan sajátossága itt Vas megyében a termőterületnek, az itteni flórának, ami képessé teszi arra, hogy itt csak bizonyos fajta, vagy csak itt legyenek bizonyos fajta növények? Igen, ez mély szakmai kérdés, aminek az alapos megválaszolás talán meghaladja a stúdió beszélgetés kereteit, de annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy amennyiben erre az említett növényföldrajzi fejezet is utal, hogy megyénk területe egy olyan átmeneti térség, amely a nyugati Alpok flóra tartománya, a Noricum, illetve a Kárpát-medence belső részének nagy részét kitevő Pannon flóra tartománya, Pannonicum közötti átmeneti flóra sáv, amelyet Gáer Gyula, múzeumi botanikus elődöm írt le 1925-ben, amely egy rendkívüli jelentőségű botanikai felfedezés volt. Valóban erre a flóra sávra jellemzőek mind az Alpokból leereszkező fajok a nyugati részein, mind keletről a Pannonicum sztyeppés, erdősztyeppés jellemző fajai, és még érdekességképpen délről bejönnek a délszaki mediterrán flóraelemek, mint például a királyné gyertyája, az Asphodelus albus, amely az egyik legcsodálatosabb és legimpozánsabb dísznövényszámba is elmenő vasi védett növényünk, az osfiasszonyfai erdőknek az ékessége. Te Csaba, nemrég a pókfauna kutatásában szereztél kiváló érdemeket, hogyha jól tudom, és biztosan van Vas megyéhez kötődő olyan zoológiai, az állatoknak olyan tartózkodása, amely markánsan hatással van az itt élő különös növényvilágra. Tudnál esetleg valami ilyesmit mondani? Hát én úgy gondolom, hogy kéz a kézben, tehát a növények és az állatok, és gyakorlatilag azok az életközösségek, amelyeknek a gazdagságát kiemelte. Tehát Lajos az előbbiekben, ezeknél a forróppont térképeknél, hogy melyek azok a területek, ahol tehát Vas megyének a különlegességeit találjuk, és talán azt hangsúlyoznám az állatokat és a növényeket egyaránt érintve, hogy itt Vas megyében egy olyan különleges kompozícióját találjuk a növényeknek és az állatoknak, ami ebben az összetételben máshogy sehol nem fordul elő. Tehát ugyan hallottuk, hogy vannak olyan növények, amelyek Magyarország területén csak itt találhatók, de ezek többnyire a tőlünk nyugatabbra lévő alpesi területekről, tehát ide lehúzódó növények. Ugyanakkor lehet, hogy őket nagyobb tömegben látjuk Ausztria területén, a Schneeberg vagy a Raxon, de abban a különleges kompozícióban, amiben itt Magyarországon és Vas megyében, a Rába völgyében, az Őrségben, Vendvidéken találkozunk velük, ilyenben sehol másutt. Tehát ez a különlegessége, és ez igazából ennek a forrópontoknak a lényege, hogy itt egy olyan csodálatos találkozási területe van az atlanti hatásoknak, az Alpok közelségének, a dél-európai mediterrán hatásoknak, és egy kicsit a Kisalföld révén, tehát a hazai Alföld tulajdonképpen hatásainak, ami megismételhetetlenül itt Vas megyében teremti meg ezeket a feltételeket, és nyilvánvaló, aztán ha alaposabban vizsgáljuk, tehát a környezetet, akkor találhatunk ilyen növény és állat kapcsolatokat, de talán nem annyira, hogy így mondjam, erre helyezném a hangsúlyt. Vannak olyan növények, akár az ergeboklár, amit megcsodálhatunk ebben a könyvben is, aminek például speciális beporzói olyan legyek, amelyek éppen alkalmasak arra, hogy a szirmok közé tehát be tudjanak húzódni. Tehát ez az egymásra utaltság nyilvánvalóan növény és állatvilág szempontjából adott, és azok a legértékesebb és sajnos sok esetben legsérülékenyebb élőhelyek, ahol ez a tulajdonképpen jól összeszokott sokaság együtt találja meg az életfeltételeit, és is mondom, az az unikalitás, ami mondjuk egy őrségi területen is máshogy jellemző, ez az, ami gyakorlatilag adott esetben csak Vas megyére jellemző. És amiről nem szeretnék megfeledkezni, hogy ebben nagyon sok esetben az ember pozitív szerepe is ott van, hiszen az őrség hagyományos tájhasználata, tájgazdálkodása ezeken a területeken is, ami kiemelt forrópontok, évszázadok óta ott volt, de egy olyan extenzív formában, ami nemhogy elszegényítette, sok esetben gazdagította ezt az élővilágot. Esetleg van még valami, amit a könyvvel kapcsolatban nem kérdeztem, de nagyon fontos lenne elmondani? Nagyon szépen köszönöm a kérdésed.
A botanikai kutatástörténet nézőpontjából pár mondatot említhetnék. Jó magam egy ilyen kis fejezetbe igyekeztem ezt összefoglalni a kötetben, és azért szeretném, ha a szombathelyiek és a vasmegyeiek ilyen szempontból is büszkék lennének erre a teljesítménybe, hogy innét indult Magyarország, a Kárpát-medence biológiai, azon belül botanikai megismerésének a kezdete közel fél ezer évvel ezelőtt. Ugyanis Zsárváron a Nádasdiak udvarában Erdősi Szilveszter Jánosnál találhatjuk meg a botanikai tudomány első csiráit, amikor 1536-ban a grammatika hungarolatinában megfogalmazta az első magyar nyelvi botanikai leckét, vagy 1541-ben az Új Szövetség első fordításában található az első magyar orvosi recept, úgymond. Fél évszázaddal később egy németalföldi természettudós, Carolus Clusius, aki Batthyány Boldizsár németújvári humanista műveltségi főúr meghívására a térségbe érkezett, illetve Batthyány protestáns lelkészével, Bejte Istvánnal közösen hármasan elkezdték kutatni a térség növényes gombavilágát, és ennek csodálatos eredményei születtek, az első Pannon Flóra mű, az első magyar növénynévjegyzék és az első mikológiai flóra mű, vagy világmonográfia. És hát ezt követően évszázadok teltek el, mire Borbás Vince létrehozta az első vasmegyei flóra művét, majd Gájer Gyula, múzeumi elődöm Horváth Ernő, Zsampong József, vagy épp Szinetár Csaba kollégám édesapja Szinetár Miklós, és sorolhatnánk azon botanikus elődök nevét, akik ebben nagyon sokat tettek, ebben a kérdésben is, tehát mindenképpen büszkénk lehetünk, hogy valami olyan nemes hagyományt sikerül folytatnunk remélhetőleg, amelynek az alapköveit tudós erődeink közel fél évvel, ezreddel ezelőtt tették le. Köszönjük szépen, és mi itt Szombathelyen igyekszünk tovább vigyázni akkor a természetre és erre a könyvre. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük. Mi köszönjük a szerzőtársaink nevében is. Ez volt mára a műhely. Én kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak a Szombathelyi TV-vel a hét többi napján is. Viszontlátásra!